Debreceni Egyetem a tudás számtalan szegmensében egyéniségeket, kreatív embereket, kreatív szakembereket nevel, és ezt kívánja tenni a sportban is. Az egyetemre az van kiírva, hogy ez az egészségipar tudáscentruma. Ehhez az egészségiparhoz pedig integráns módon hozzátartozik a sport, ugyanúgy, mint a betegellátás, ugyanúgy, mint az orvosi műszergyártás, ugyanúgy, mint a gyógyszeripar, vagy éppen az egészséges élelmiszeripara. Valamennyi sikeres klub mögött orvoscsapat, gyógyszerészcsapat, táplálkozási szakembercsapat, gyógytornászcsapat, pszichológuscsapat, bölcsészcsapat húzódik meg, éppen mintha a Debreceni Egyetemet varázsolnánk oda valamilyen futballklub mögé. És akkor elhatároztuk, hogy ezt tudatossá tesszük. Megszerveztünk egy nemzetközi futballakadémiát, ahol a világ legjobb edzői, a legjobb kluboktól jöttek el, és órákat tartottak, edzéseket tartottak gyerekeknek, meg edzőknek is. Na most azért az, itt már a nyitó előadáson is kitűnt, hogy tulajdonképpen hármas elkülöníthető feladatrendszer van, ugye a gyerekek futballra nevelése, a serdülők futballra nevelése, és a növekedés befejeztét követően a futball további pallírozása. Ezek mögött azt a nagyon sokszínű disziplina csokrot, ami szükséges hozzá, a Debreceni Egyetemen megtaláljuk. Tehát ezekkel a nagyon komoly nemzetközi szakemberekkel együtt gondolkodva igyekszünk ezeket a bevezető programokat úgy megcsinálni, hogy meglegyenek az emberek, nevek, akikre lehet alapozni a futballnevelést, és utána, ahol nekünk tanulnivalónk van az egyetemen, ezen a téren azt mi is megtanuljuk, és a tudományos sokszínűségünket ennek a sportágnak a felvirágoztatására igyekszünk fordítani. Amikor megérkeztem, akkor megkérdeztem Hegedűs Gábort, hogy ez egy kötelező program? Mert hogy olyan sokan vannak, ugye nem is fértek el ebben a teremben, még 200-an, ha jól tudom, egy másik szekció teremben figyelik az itt zajló eseményeket. És megmondom őszintén, hogy nagyon jó érzéssel töltött el, hogy a Debreceni Egyetemnek egy olyan kezdeményezése értő fülekre és szemekre talált, amelynek köszönhetően ma itt találkozhatunk egymással. A labdarúgásban most már infrastruktúrában azt hiszem, hogy nem mondhatja senki azt, hogy amiatt nem tudunk haladni. Most már a szakmát kell mögé tenni mind az edzőknek, és mi pedig az edzők mögé szeretnénk azt a tudományos hátteret megadni, amit ők felhasználva egyre sikeresebbek lehetnek, és nagyon reméljük, hogy mint ahogy 50-60 évvel ezelőtt tőlünk tanult a világ a magyaroktól, ma mi tanulunk, és egy-két évtized múlva talán már mi is tudunk olyat mondani újra a világnak, amire felfigyelnek. Debreceni Futball Egyetem Fantázia néven indítottunk egy programsorozatot, ami 9 héten keresztül a világ, leginkább Európa legelismertebb utánpótlásképző szakembereit hozzuk ide, és elég intenzív tanfolyam jellegű előadásokon, bemutatóedzéseken vehetnek részt az edzők. Ez a 7. hét már, és hát elmondhatjuk, hogy a szeptember közepén indult programban itt volt Horst Rein, akit az edzők edzőjének neveznek, és a spanyol utánpótlásképzési programot dolgozta ki több mint másfél évtizeddel ezelőtt, hát és nem kell bemutatni senkinek, aki a sportágat ismeri, hogy a spanyol utánpótlás milyen sikeres. Ő Marcelo Nardinivel volt együtt itt, aki az olasz labdarúgást képviseli. Utána Svájcból, Ausztriából, Németországból, Olaszországból, a Milántól voltak szakemberek, és Portugáliából is. Azt hiszem, hogy akik részt vettek ezen az intenzív tanfolyami rendszeren, azok megkaphatták azt az inspirációt és azt a tudást és azt a színes információhalmazt, ami felébresztheti a tudásvágyat bennünk is, hogy tanuljunk egyre többet, hiszen a magyar labdarúgás jövőjének
a záloga az az edzők kezében van, és a mögöttük kialakuló tudományos rendszerben. I think there were 800 coaches, so we give a lot of presentations all over the world, but we are not used by 800 coaches. We want to explain the ideal youth academy, how to run a youth academy, how to manage a youth academy, and what are the details in every age category. And that is what we have teach the coaches. The first steps need to be a step from the federation, that the federation think about a system where they can help the amateur clubs and the academies to teach the coaches to be a better coach. And you need to see it like a pyramid. You need to start in the bottom. And that is the aim, in my opinion, of the federation. Children are depending of coaches. So if federation helps the coaches, it will help a lot of children in Hungary. I'm sure that in every country there are talents, but the level of the coaches is very important. It's the first time for us, but it's really nice. Yeah. And it's also sunny, so that's good. Yeah. And it's a beautiful building behind us. Yeah. We don't have buildings like that in Holland.